Főz a város, főz a megye. Köszöntöm nézőinket a Főispán étteremből. Mai vendégünk Cseh Gábor festőművész, és hát talán pillanatokon belül kiderül, hogy Gábor kezében a fakannál is olyan művész ilyen hat, mint az ecset. Köszöntelek, Gábor, nagyon sok szeretettel, örülök, hogy eljöttél hozzánk, és hát ahogy mondtad, az egyik kedvencedet, sőt mondhatni a család, a baráti köröd kedvencét hoztad ide nekünk. Hát igen, köszönöm a meghívást. Én nem vagyok profi szakács, évekig nem voltam rászorulva, hogy konyhába menjek. Az utolsó 5 évben most megszerettem, és csak nem tudok mindent főzni, de amit azt mondják a barátaim, amit tudok, az az 5 fajtát, azt nagyon profi csinálom. Kovács Ábrás barátom is megdicsért, tanít, őnek kérem szakmai tanácsokat. Kedvenc ételünk, családnak, baráti körömnek is, marhahús vadasan pároltam, ez nagyon ízlet. Finom étel, és hát itt a gazdag hozzávaló. Hogyan látunk ehhez az ételhez, Gábor? Mi az első lépés? Hát ezt párhuzamosan kell csinálni a tűzhelyen, mert két fontos momentum van. Először is úgy kezdem, hogy a marha húst előtte napig bepácolom. Ezt nagyon sokan elmondják, most, hogy ennek ez nagyon nagy ideje van. Na most mi a család? Én különösen bircsoport szerinti kaját csinálok. Tehát én nem jártak, 5 éve nem eszek disznóhúst például. Most ezért nekem a csirke, hal, pulyka és maximum a marhahús, ami megy, és ezzel dolgozok. És nagyon-nagyon hálás, és jó egészség szempontjából is. Hát akkor a hús az első momentum. Tehát először bepácolom sóval, sok borssal, és a tetejét mindenki meg kell mustárral, sok mustárral. Jó, akkor lássunk hozzá közben, persze. Mutassuk is a folyamatokat, lássák a kedves nézők. Tehát 5 éve vércsoport szerinti diétát követ. És ez nekem nagyon bevált, allergiás voltam például a szénanáthára, és nem jöttünk rá 10 évig, hogy mi bajom van, és mondta, nem iszok tejet, azóta a nyálkártyám is, és teljesen meggyújt a lemot. És azóta egyedül a kaukázusi kefirt, például azt használok tejhelyet, azért nem használok tejtölt a mai ebédbe se, kaukázusi kefirbe ászad a dolgok, és azt érdekes a vércsoportom engedni, és kétfajta sajtot engedni, hál' Isten görög sajtokat, a salátákat, hogy meg tudom csinálni. Tehát az arról a történet, itt a só. Megmutatom itt nektek. És közben segítek, igen, adom a mustárt is. Tehát itt sóval, így kicsit elkenem, és itt a bors. Ez mindegyiket két oldalon megcsinálom. Na most ennek a lényege nagyon sok füstöt igénye. Tehát így csak elkenem így. Most a poén az, hogy ezeket szépen itt egymásra rakom. És ugyanúgy folytatom tovább. És ez a pácolásnál szépen összeérik. Főszerekkel gazdagon mász. Igen, na most itt a lényeg, ezt hagyd mutassam meg, itt nagyon sok mustár kell, és ez a mustár föl nagyon szépen beszívja, és nagyon pikás ízt ad neki. És ezt szépen így elkenem, csak az első mutatom meg, utána teszem már a következőt. És ezt így kell végig megcsinálni, kicsit babra munka, de hogy jó legyen, megéri. Ezt szépen a hűtőbe berakom, akkor szépen. Így pácolódik a hús. Igen. Pácolva tehát így néz ki a húsunk, és hát ugye serceg az olaj, ez kell hozzá. Mi a következő lépés? Most szépen ezeket lakjuk, és nyilván gyorsan, tehát mind a két oldalát át kell kicsit sütni. Ez egy perces dolog. Összehúzza a rostókat, és akkor jól egy párolás már könnyebben fog működni. És mindjárt bele is rakjuk. Egyiket így, szépen egymás mellé. Egy egyszerűbb. Így van. Ahogy otthon szoktuk, igaz? Ugyan. Na most ezt szépen meg fogjuk majd fordítani. És akkor, ha jól tudom, akkor tulajdonképpen utána a hús majd az pihenőre is megy. Igen. Kitesszük egy külön tálba, letedjük, hogy ne hűljön ki, mert ebbe a olajba fogjuk majd csinálni hozzá a lényeget itt a vitorában. Gábor, kitől tanultad meg te ezeket a fortéjukat? Azért mondtad, hogy az elmúlt 5 évben sikerült mindenre szert tenni, de hát... Barátnőim, barátaim, nekem mindig szakácskönyve, például névnapomra. Uh-huh. Reiner Isza barátőt kapta egyet, azon röhögött mindenki, az a címe, szakácskönyve két balkezeseknek, ez a címe. Abban olyan egyszerű, le volt a rántás, semmit nem tudtam. Le van olyan szépen írva, hogy a leghülyebb ízés megér ki. Na így. Utána kezdtem búzaolvasni irodalmakat, kezdtem megszeretni. Uh-huh. Na most majd ez közben. Én megfordítom, hogy kifehéredik a hús, ez az a pillanati pirításnak a lényege, nem fog összeúrani a hús. És akkor nagyon szépen fog majd párolni az anyagba, amit megcsinálok hozzá. Közben én rakom ezeket is bele a többit, jó? Van hely. Így.
A hús tehát készen van, igen. Le kell takarnunk, melegen tartani. Igen, jön ki az a lényeg ennek. És közben jönnek a zöldségek. Na most, a zöldségek annyit, hogy ugye én, ami specialitás, nagyon sok gyümölcs, zöldséget teszek amúgy is, úgyhogy én például kibővítettem a szakácskönyvet zeller gumóval, karalábéval, mindenre jó. Úgyhogy nem kell viagra senkinek. És nagyon egészséges. Így van. Nagyon sok fokhagymát használok otthon, engedte fokhagymát, ezek értisztító, gyomor elsítő, amit itt talán majd elmondom időben. Fel kell csak kockázni őket, mert most, a hagymánál most, látom, igen, hogy... most itt nem kell finomítani, vannak olyan kaják, hogy szépen egyformára, sárgarépák, ilyen vékony levesbe például, ragúlevesbe. Itt nem érdekes, mert a végén az egészet össze fogom turmixgéppel turmixolni. A zöldségeket tehát egy nagy tálba aprózzuk, illetve nem aprózzuk, ahogy az előbb említetted, és a lényege a dolognak, hogy egyszerre kerül minden be, igen, ugye ebbe az előkészített, a hús által előkészített olajba. Most nagyon emeli a, mondjuk ezeket a rengeteg fűszerbe bele rakjuk, mert karalábét, mert nagyon nagy, jó ist ad neki. És majd a fűszerekkel nagyon zalmatos. Azért mondom, még egyszerűen teljesen mindegy, hogy nem kell egyformára válni, az egész össze lesz turmixolva a végén, csak azért vágom kicsire, jobban tud párolódni. De ez elég sok zöldség, ez már ismét egy saját újítás. Igen, most mindenki, jó magam is, mert többen vannak úgy, a szaftot szereti, szóval nem a húst inkább. Szóval most akkor megmarad, akkor másnapra tudsz hozzá tésztát csinálni, makaroni, és egy külön kaja megint másnapra. Nagyon finom. Milyen kis takarékos, praktikus. Nem úgy az étterem, hogy keveset adnak hozzá. Ma mentem épp a garaiba ebédelni, jó, oda járok, és megkérdezik, mit akarok kérni a vadasba. Mondom, azt én csinálok este, mondom, itt látok. A lényeg ennek a sok évad, hogy be kell takarni majd a húst vele. Szóval, és ebbe pont az egész, ez a lényege az egésznek a párolásnak. Ebbe kell párolni. Közben akkor már vissza is tehetjük az, igen, olajat szerintem. Igen, még azt tovább, ezt a hagymát. Hát ne hagyjuk ki a hagymát. Az a legfontosabb. Én rengeteg hagymát eszek, amúgy is egy fokhagymát. Nagyon egészséges, ezt javaslom. A fokhagyma az később jön majd csak? Az... A fokhagymát az egészben fogjuk ezekkel együtt, majd később kicsit beletérjük, ami megpirul majd fokhagymát, de tehát végén úgy is össze lesz, nem kell szóval, így van, összepréselni. Na, és javaslom meg is teszünk. Ennek a ebédnek, ez itt a párolás, ez egy órás dolog, és az igen sok befedje a húst. Ez így az előpárolás a húsnak, mert van, amikor másfél óráig nem, van a marhahús, amit másfél óráig nem lehet rendesen bepárolni. Na hát, most nagyon sok mindent tudsz, mert Gábor, azt kell, hogy mondjam. De amikor ráérek, még a száradat képem, akkor ráérek a konyhában, az, hogy műtel mondom, ott van a szobában. Tényleg egyébként így szoktak csinálni, hogy festés közben, igen, sokszor nekiállsz, és adom a zöldségeket, na, akkor nézzük, ahogyan továbbot. Még egy kis olajat teszünk rá. Parancsolj. Na most van, aki nagyon szereti a szalonnát. Vannak olyan kaják, amit szalonnát kell kisütni, és annak a bölcsök kiszedni, és annak a zsírjába csinálják. Na most ezeket, nem tudom milyen forró, ez az a lényege. Jó, meg kell pirítani. Most ilyenkor, mert ha szépen összefogám, este mire lesz turmixolva, félig lesz, de a lényeg, majd be fogja takarni a húst. Ez a lényeg, tessék. Na ilyenkor szoktam egy kis cukrot, karamellát. Most arra kell vigyázni. Ez miért jó? Karamellást. Itt, meg karamellást nem megy szét. Most ezt a pirítást vigyázni kell, gyorsan kell csinálni, nehogy oda kapjon. Nehogy oda kapjon. Most ide még egy kis olajat is szépen öntünk meg. Kevés. Tehát a lényeg az, hogy öntsél rá szépen úgy, jó. Itt meg kell pirítani. Egy érdekes ilyen mászt ad neki, tehát védi egy nagyon ilyen karamellás. Általában ilyen vadas ételeknél, ha a vadból csinálják, akkor is ez a karamellázás, ez nagyon érdekes. Jó ízt ad neki ezt, és egy mester szakács barátom mondta, hogy ezt így csináljuk. Na, ez itt a lényeg most. Mondtad, hogy egy óra is akár, amíg ez a... Igen, na most... Párolás... Ez az, így megpirítjuk. Történik. És majd most jön a lényeg majd. Igen, már most látszik, hogy esik össze. Igen. Na és most jön meg majd, van, aki vízzel csinálja,
van a debreceni rostépét, az vörös borral csinálják, én fehér borral. Tehát egyszer teszünk rá egy vizet, kicsit vizet. Nem kap oda. Pillanat. A lényeg az, mikor egész párolódik, vödő alatt majd természetesen, akkor nem vízzel, hanem kb. 3 deci borra, majd folyamatosan el kell önteni a bort. És gondolom ez adja meg azt az igazi... Egy nagyon pikás íz. Na most még a lényeg, most jönnek a fűszerek, mert ez a legfőbb. Azért így nem engedjük el, csak simán. Milyen fűszert adhatok? Na most a legfontosabb 3-4 babérlevél. A vadasokban nagyon... Most harmonizálnak együtt ezek a... Én vettem egy könyvet, a fűszerek könyve, ez egy nagyon, nagyon okos dolog, mindenben milyen kajákhoz kell adni. Babélevél. Pillanat. Kakukkfű. Ez egy nagyon, ez egy nagyon egészséges. Ez úgy, hogy nagyon ranna. Rendkívül sok gyógyító hatása, kakukkfű, teát is, az orvosok gyógyítják, idegrendszerre. Minden. Nagyon figyelsz arra, hogy mit eszel, úgy látom, mindenről tudod, hogy nem mire... Nem az a baj, én most járok úszodában minden nap, ma is ott voltam, egy órát úszok, kerékpározok este egy órát, hanem a kaját kéne kicsit visszafogni. Most vannak ilyen közös névnapok, akkor hiába porrolsz, vagy a kajákkal ilyen értelemben, hogy meg kell lenni a csülöpörköltet és a facsapörköltet is, de hát nem, rendszeresen nem. És betartom, és tényleg mióta nem eszek disznóhúst, jobb a közérzetem. És ez nagyon jó. Egyébként így a főzés mellett, mert hallottuk, hogy párhuzamosan is tudod a kettőt csinálni, hogy haladnak, hogy állnak. Akkor, mikor már ott tudom hagyni egy kicsit, mikor fedd alatt párol, akkor van egy fél órád, és akkor tudom csinálni dolgaimat, rajzolok, vagy például előkészítem, vagy festek egy kicsit, mi szárad. Van-e most valami nagy alkotás készülőben? Igen, most, hát mondtam, sajnos a Babics kiállítása az idén decemberben, mert benne kész a tatarozás, nem annyian várják, és szerencsém is van, még meghívtak már réget a Kakasda faluház, 10 éves lesz, és ott lesz egy kiállításom, Szexárda, ki tudnak jönni Szexárda. Pesten volt kiállításom, most, hát Görögországban voltam a fiammal egy hónapig majdnem. Csodálatos. Hát az a görög szigeteket már 12 görög képet festettem most. Megérkezett. Hát ez, oda vissza kell menni, mert a meteorákhoz mi nem tudtunk elmenni, mert vissza, de a görög szigetek, a világ legszebb dolga, azt ajánlom mindenkinek, olyan a salátájuk. Hoztunk sajtokat, olívaolajakat, szóval bámulatos a sziesztákat kéve, de csodálatos nép a görög. Ők már Európában vannak, látszik, hogy viselkedik, és ott rengeteg jó, ilyen jellegű ételt és ebben is hoztunk receptet haza. És persze szól a görög zene, mikor festek és főzök, attól függ, hogy ez halál segít. Na, itt majdnem mindenben van, lényeges. Nincs ilyen citromcsomag itt most. Egy egész citromnak a levit. Belerakjuk. Most mivel én nem érték tejet az allergia miatt, én nagyon sok ecetes dolgot csinálok, nagyon sok ecetes mustár. Ezek viszont jótékonyan hatnak az a vércsoportunkra, és nagyon jó. Na most a mustárt majd a... Mikor a összele, vércsoportra igen. Nem tudom, lehet, hogy már említettük, de talán ás. Sok nézőnek igen, ez mert, fontos mert, információ igen, lehet. Hogy Gábor ilyenkor az ás vércsoport emberekről beszél. Több mustár lesz majd benne. De ez most itt még nem érdekes, hanem mikor összetúrmixolom. Akkor még jön bele. Akkor mindenki saját maga tudja édesíteni. Most ha milyen van, például nagyon elsavanyítjuk, mert valaki ecetet is tette, vagy tejpölt tesz. Én ecetet teszek bele egy kicsit, az van itt most. Igen. A lényeg az tehát, Gábor, hogy egy órára az ételt nyugodtan magára hagyhatjuk, a házi asszonyok, akár a kedves férjek is addig találhatnak maguknak egyéb más elfoglaltságot. Na most nem igen lehet elmérni, mert meg kell csinálni hozzá a lényeget. Ja, hát akkor annyira nem megyünk messzire. Igen, mert egyszerre tud csinálni, az lesz, hogy egyszerre kell állani majd, amikor meleg minden. De biztos a zöldség felől nyugodtak lehetünk úgy jó egy óráig. Na most úgy, hogy be kell nézni, mert borra föl kell üteni, ha elpárol. Most ide, erre ráteszünk egy fedőt. Úgy, a lényeget most tesszük bele a húst. A húst. Tehát mikor ez már egy kicsit megpirult, ezt nem mondom, megpirult. És a fötő vizet, mikor kezd párolni, előtte be kell tenni a húst alá, és be kell tenni a húst ezzel. Ez, rakhatom? Na, így. Na,
nagyon szépen úgymond elbújtatva. Igen, az meg kell felnyírni. Most a lényeg azért nem lehet messze emlni a konyhából, mert ezt időszakonként meg kell fordítani, hogy egyformán párolódjon a hús. Úgyhogy nagyon finom. Hát akkor ez a momentum után azért lesz némi szabadidő, de hát gondolom, hogy az igazi háziasszonyok egyetlen egy ételt sem hagynak, mernek magára hagyni, hiszen mint tudni való, ahol tűz van, ahol gáz van, ahol ételfő, ott mindig történhet bármi, de a lényeg az, hogy ennek azért idő kell ennek az ételnek. Van egy barátom, aki egyáltalán nem tud főzni, és olyan szépen elmesétek, kinted azt, hogy csinálok magam egy tojásátokat, míg jöttem kifődő, főtöttem az olajat, én gondolom, még lezuhanyozok. Ezt égett az egész konyha, mivel kijött. Hát ennél ilyen készen. Szóval nem lehet annyira ott hagyni. Na, nálunk ilyen nem fog előfordulni, ezt megígérhetjük. Most tehát párolódik egy kicsit az ételünk, igen, de azért még van valami, amit nem szabad elfelejteni. Kis hőmérsékleten párolom, mondjuk egy óra hosszáig akkor lesz ez, ahol a hús szépen átpárol. Na most én mindig teszek bele erős paprikát, minden, amit főzök, a nagyon egészséges, kivágod így a közepit. Most ezt is csak így főszeretem egy kicsit, mert a túlmiszolás nem is belekerül. Ez az, amit nem, ez az ízeket, ami szép, jó harmóniá lesz, és ezt beletesszük. Beletesszük, kicsit nagy a késen, hát megoldjuk. Gábor, beszélgettünk itt azért, többször utaltam rá, hogy magára lehet hagyni az ételt, stb. És akkor mondtad, hogy hát persze magára lehet hagyni, de ilyenkor már nagyon sok mosatlan felgyűlik a konyhába. Az, amit nem nagyon szeret, senki se szeret, én se, de menet közben lehet mosogatni, előkészít a többit, meg ami a poén, már most kell csinálnunk a tésztát meg a hozzá. Hát ugye, mert a köret, ejtsünk szót a vadas köretéről. Idő az is. Mivel tálalod ezt az ételt? Na most kétfajta megoldás van. Először azt mondom, hogy szeretik a gombóccal csinálják sokan, meg a szakkönyv is, zsemme gombóccal. A zsemme gombóccal úgy készül, négy személyre két zsemmét fölkockázok, olajban megpirítom, szépen. Tojássárgáját azt külön választom a fehérjétől, jobban összeragad a másik tálba. Listel, vízzel, tojással azt kikeverem. Egy ilyen galuska-szerű sűrűségűt kapsz meg, és ezt a megpirított összeöntöd, mikor kicsit álmány, összeöntöd. Petrezselyi zöldét be lehet várni, szépen borsot. Nagyon jó isztad neki. Na, és amíg van olyan, aki kevés a hagyma, imádja akkor a vágott vörös hagymát. Még azzal is vörös hagymát az összekevered, és akkor már elég sűrű, akkor szépen a vizes kézzel gombócokat formálsz. Ezt is megcsinálod? Ezt én nem, mert nagyon macerás. Édesanyám tudja nagyon, azt mondja, hogy egyszerű, de én nekem ez macerás, ugye ez nem, egyszerű. Ezért te fogod a tésztát? Na, most ezért jó a makaroni vagy a spagetti. Mi abban szeretjük, a gyerek is szeretik, amúgy is más dologba is. Most azt kell tenni forró vízbe, meg kell főzni. Sokáig nem tudtam, eddig kell főzni a dolgokat, egyszerű megoldást adtak a mesterszakács barátaink. Meg kell kóstolni. Följön a víz tetejére robogót, az a lényeg, hogy följön a tészta tetejére, akkor jó, elvileg, de nem biztos. Még áztat is kell, úgy kell csinálni, kiveszünk a szállat, megkóstolod. És most komolyan mondod, hogy ezeket a dolgokat az elmúlt 5 évben tanultad? Persze, nem tudtam tésztát főzni, vagy nem sikerült. Mi volt a legelső dolog, aminek neki láttál? Hát a legelső dolog gulyásleves, azt szeretem legjobban. Egyébként. De megtanulják a fogásokat, azt mi a rántás, mi a habarás, meg kell tanulni. Meg ilyen már egy fogalmam nem volt róla. És ezt a kezdő szakács, a két bal kezes olyan egyszerűen le van írva. Valasint a tésztát kicsit, és sütni ilyen húst, ennyi zsírba, bőzsírba, nem bőzsírba, pirítás, sűrítés. De nagyon élvezett. Jó, na, kikapcsolódást. Akkor nem festek, akkor ez nekem jó kikapcsolódás. És őrülök, mikor így ígyik, mert a gyerek, mondom, biztos, hogy viszi el, parkálva megy, az apuk becsomagolnod, azt a viszem. És nem utolsó sorban örömet okozol a családnak, a barátoknak, baráti kör, és hát most a nézőknek is. Megígértem nekik, hogy csinálok nekik megint, mert nagyon szeretik a barátokat, csak macerás, hogy őt nem akarnak. Na ilyen, így meg kell mozgatni néha. Tehát, hogy megy össze, megy, esik össze, és ez lesz a jó anyag.
Kedves nézőink, olyan jó másfél óra elteltével, tehát itt tartunk persze, ahogy mi itt általában oly sokszor most is felgyorsítottuk a dolgokat, hiszen ez a fajta környezet azért sok mindenre nem ad lehetőséget. A lényeg az, hogy megpárolódott a hússal együtt ugye a zöldség, és ez Gábor már elmondta, hogy ki kellett szedni a húst, majd az, ami maradt az edényben, az egy turmixba került, és hát az egész össze lett turmixolva. Itt még lehet egy kicsit finomítani, egy kis tejföld, fűszerek, igaz Gábor? Oda tesszük az asztalra a mustárt, és akkor mindenki ízlése és szerint. Hát akkor visszakerülhet még ezzel a megturmixolt... Még egy forralás csinálunk a végén együtt a hússal együtt, és akkor szép. És akkor tulajdonképpen ez a végeredmény. Jó fehér bort ajánlok hozzá, mert... Na, egy kicsit így az italoknál maradva, Gábor, te mit részesítesz előtte? Mi a kedvenc? Unikumot iszok előtte, mielőtt, és az a aperitív. Gyomornak minden most én nem vagyok borívó ember. Már bórrendi tag vagyok, de vörösbort egyáltalán nem bírja gyomrom, egyszerűen nem tudom meginni. Hanem ehhez kifejezetten a fehérborok, nagyon jó, nagyon jó fehérborok. Száraz, egy fehérbor, ez a nagyon jó, mikás és nagyon jó ital. Gábor, sok mindenről beszélgettünk, mondtad, hogy kiállítások vannak még terve. Van-e valami, amit még számodra ez az év tartogat? Hát, már nagyon várják, már megszokták az emberek, idáig 22 képeslapom jelentnek a festményeimből. Az idén lesz 3 képeslapot adunk ki, 3 akvarell képekből, 3 szép szexuális utca rész, tehát már a templom, a Babics utca, a Kórház Kámpona és a Fölsővárosi templom télibe. Ezeket fogom meglátni a kedves közönségünket is, kiadjuk karácsonyra. Még egy valami dolog, ugye, te egy nagyon nagy viccmesélő hírében állsz. Most mi mielőtt itt kocintanánk, van-e valami olyan vicc, ami ehhez a műsorhoz, az ételekhez, egyáltalán a gasztronómiához kapcsolható? Hát de rengeteg vicc van a vendéglátóról, nem kicsit elföldel, mert egy aranyos most hallottam nemrégen, hogy nagy társaság sörözés a étteremben is esznek, és kérünk még egy gondolt kört, és az egyik oda szólt kérni, neked tiszta pohár hozza a sört. Nem, ugye a pincé hozza a sört, uraim, ki kérte a tiszta pohárból? Aranyos, hát akkor mi is így tiszta pohárral a műsor végén a kezünkben. Kedves egészségetekre, kóstoljátok, még ha ízlik, akkor megkívánom benneteket egyszer hazai környezetbe. Ezt a meghívást el fogjuk fogadni, a nézőknek pedig, mint minden esetben azt javasoljuk, hogy próbálják ki az ételt. A vadas talán sokak számára ismert, de azt hiszem, hogy így egy kicsit megbolondítva, úgymond csegáborosan, talán még sok háziasszony számára lehet egy új meglepetés, egy új ebédvacsora, ki, mikor, hogyan szereti. Köszönjük szépen a figyelmet, és hát mindannyian kedves egészségére még egyszer. Kedves egészségére.